Üdvözlök mindenkit, ez itt a Trading Cards Hun, a mai videóban pedig LOL Surprise Matrica albummal fogunk foglalkozni, amit ugye a Panini adott ki, ehhez pedig megnézzük ezt a bontatlan display dobozt, eléggé ígéretesnek tűnik, 50 csomag van benne, azért az nem kevés szerintem, bízok benne, hogy az album nagy részét meg is tudjuk tölteni, hiszen azért nincsen olyan túl sok matrica benne, 50 csomagnak elégnek kellene, hogy legyen. Persze egy-két csere biztos lesz majd, amit ugye eszközölni kell, hogy beteljen, de hát ez mindig ilyen, tudjuk jól. Ha nem láttátok volna a matricás album bemutatót és érdekel, mert azért vannak benne egész jó dolgok, ilyen kivehető oldal, meg minden, jobb felsőbe ajánlom, hogy nézzétek meg. Most pedig akkor lessük is meg a bontatlan display dobozt. Szépen be van fóliázva. Újságosoknál egyébként tudtok érdeklődni, hogy esetleg van-e olyasféle megoldás, hogy ne legyen kibontva, tehát teljesen bontatlan legyen. És akkor kértek egy ilyet, hozok egy kést. Gyorsan át is vágom itt, óvatosan. Hát nem akarom, hogy a doboz sérüljön, illetve magamat se szeretném megvágni. Jó, megvan. Oké. Nagyon királyul néz ki ez a sok csomag. Ki is szedem mindet. Eszméletlen jó. Így néz ki a kis dobozunk. És itt pedig a rengeteg csomag. Elég durván jól néz ki. Nem számolom le, szerintem simán megvan 50. Dizájnra mindegyik ugyanolyan. Látjátok, nem változnak a karakterek az elején. Egy ilyen egyen dizájnt követ. Nézzük is a csomagokat. Vannak ilyen duplák is, ugye? De van egy ilyen matrica is, amin csak egy karakter van. Csillogóst egyenlőre nem sikerült nyitni, ha nyitunk azt. Természetesen külön fogom gyűjteni. Vannak ilyen nagy képből álló kompozíciók, azokat is nagyon szeretem. Ötletes. Hopp, és ott az első csillogós. Nagyon király. Jól néz ki. Szám szerint a 102-es. Ezt is ki lehet színezni, hogy itt jelzi a ceruza, hogyha ilyen színezős témáról van szó. Tehát, hogyha valaki érez magában affinitást, vagy esetleg a gyerkőc, az simán ki tudja színezni, mert tök jó, hogy ezt is belerakták. Jaj, csillogós nem raktam külön. Arra azért szeretnék figyelni, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy ennyi 50 csomagból hány darab csillogós jön ki így a végére. Azért bízok benne, hogy lesz egy 20-25 darab. Hopp, és itt is van. Ez máshogy csillog. Ez ilyen szívecske alakban. Nagyon pofás. Jól néz ki amúgy. Haladunk is tovább. Következő videókban majd várható mindenféle LEGO Star Wars, akár a Jégvarázs 2-ből is openingelhetünk. Ott is vannak pakjaim. Úgyhogy jönnek az ilyen érdekesebb tartalmak. Ide a Trading Card Zone-ra. Aki nem tette meg, az kérlek iratkozzon fel, mert nagyon megköszönöm, nagyon sokat segít vele. Nézzük. Hát most egy ideje nincsen csillogós. Ez azért furcsa. Kettő mindösszesen, pedig azért már nyitottunk pakkokat. Rendesen, végre, csak szólnom kellett. Oj, kettő, három csillogós egy pakba! Ó, micsoda csillogós áradat. Nagyon király. Egy szavam nincs. Köszönöm szépen. Az eddigi mínuszokat visszahoztuk. Hát ez így teljesen korrekt, meglepődtem. És ebbe is kettő van. Hát akkor ki lehet fogni azért jókat. Következő pak, ebben is van. Super BB. Nagyon király. Megint csak még egy csillogós. Hát akkor egyértelmű, meg lehet állapítani, hogy kell szerencse.
hiszen kifoghatunk olyan pakokat is, ami tele van csillogósokkal. Ennek örülök amúgy, de hát azért itt kell a mázli, ez kiderült. Megint csak egy sima lapok, és még egy csillogós. Na, akkor bele lehet nyúlni a jóba. Nézzük a következőt. Ez egy klasszikus csomag lett. Oké, mik vannak még itt? Na, jó, ebben mindegyikben csak álló karakter volt. Nem volt ilyen dupla ragasztási lehetőség, még semmi ilyesmi. Ez is érdekes. Aki szereti ezeket a lulós karaktereket, azoknak ez egy nagyon királyul összerakott album lehet szerintem. Múltkor láttam, Németországban volt ilyen rendezvény ennek kapcsán, a matricás album megjelenések kapcsán, ilyen medencés parti, meg mit tudom én, egyik külföldi videós rakta fel. Na, micsoda furcsa karakter. Teljesen barna tulajdonképpen. Ezt nekünk kell leszedni róla? Ez mennyire király már? Azt figyeljétek! Wow! Ez nagyon menő! Ezt mindenképpen beszeretném ragasztani. A 65-ös. Találkoztam már ilyennel, de... És figyeljétek, visszabarnul. Mennyire jó! Nagyon kreatívak. Ezért szeretjük ugye a Paninit. Azért ilyeneket rendre megcsinálnak az albumokba. Izgalmas. Érdekes dolgokat hoznak ki. És ilyeneket raknak bele. Kis apróság, de szerintem nagyon fel tudja dobni egy album minőségét. Eszméletlen jó. Hihetetlen. Érezni a vastagságán is amúgy a matricán, hogy valami más egy picit. Nagyon király. Én azt választom, ott jöttem rá, hogy ez létezik, van ilyen. Úgyhogy az nekem teljesen tökéletes lesz. Ú, milyen nagy fejmatrica lesz ez. Durva. Na, itt megint valami írás van. Hops, MVP. És megint csak egy csillogós. Egyáltalán nem lehet panaszom. Így, hogy igazából van, amiben három is jön, teljesen megfelelő. Írjátok le, melyik csomag tetszik jobban. Vannak olyan pakkok, ahol garantálva a csomagológép úgy csinálja, hogy egy darab csillogós, négy darab sima. És ez minden pakban garantálva van, nincs kivétel, hiszen a gép így válogatja össze. Vagy az, vagy ez a véletlenszerű, hogy három csillogós van egy pakba, majd utána van, amikor egy sincs csomó ideig. Én szeretem ezt a random dolgot. Így izgalmas az opening. Szerintem meg már boltba elkezdődik az izgalom, amikor ugye kiválasztod a csomagokat, hogy melyik legyen. Nagyon király. Oké. Azért felénél járunk szerintem. Szépen haladunk a opening-el. Természetesen a sima matricákból azért jóval több van. Erre számítani lehetett. A ragasztás, na az durva lesz majd. Sokan írjátok az ilyen nagy display doboz opening videóknál, hogy hát a ragasztás mennyi idő? Hát, órák kérdése, mire szépen mindenki van válogatva, meg én nem szeretem úgy beragasztani, hogy csak úgy benne van, azt lesz valami, hanem tényleg precízen a formához illeszkedjen, ne lógjon ki, ha lehet. Na, kettő kis állatka. Megint jó rég nem volt csillogós. Na, ez is ilyen hő, vagy nem tudom mi alapján működik, szerintem hő alapján
Igen, mert ahogy ott tartom az ujjam, úgy is működik. Oké. Megint csak csillogós. Abból is ez a szemcsés, rocker típus. Remélem azért ezek a nagy képek, amik több matricából állnak össze, azokat sikerül kirakni, azok a kedvenceim tulajdonképpen. Itt a ruhája, ilyen hőérzékeny. Teljesen elcsúszik már ez a pakk is. Jó sok van. Szerencsére, annál jobb. Kettő csillogós. Itt pedig megint csak kettő van. Olé, ez az. Vajon ebbe a pakba? Hogy állunk majd? Semmi. Hát ez egy gyengébben sikerült csomag volt. Nézzük, mik vannak még. Ebbe se volt semmi. Egészen kevés csomagunk maradt. Ez egy fancy lett. Ott megint van csillogósunk. Nagyon szuper. Ugye végére beindulunk. Eddig a rekord az ugye a három volt. Három csillogós. Egy csomagba, tehát több volt a különleges, mint a sima. A duplikétek azért rendesen jönnek, tehát itt látom, ahogy bontom, hogy aha, ez is volt, meg ez is volt, meg ez is. Ez ilyen, ez ilyen. Swag! Még egy fejcsillogós, nagyon szuper. Itt pedig egy Miss Baby, ezekből legalább nem volt duplikét, ennek örülök. Kíváncsiak, mennyi fog majd hiányozni a legesleg végén. Már közeledünk a végéhez. Nézzük, még három csomagunk van. Szemétől se lehet már elférni, de annyi baj legyen. Itt a végén nem adja be. Az elején és a végén nem adta be a csillogósokat. Közepén jó sok volt, úgyhogy következtetésképpen, ha tudtok, akkor a közepéből választhatok, ha csak pár csomagot vesztek, mert abban lesznek a tuti csillogósak. Én így ezt tudom levonni ebből. Na nézzük is, mik vannak. Rengeteg-rengeteg különleges. Teljesen meg vagyok elégedve a mennyiséggel. Azért ez elég durva, szerintem. Így szét is szórom őket, hogy lássátok, mennyiségre is azért elég komoly. Ezek pedig a simák. Hát ez rengeteg-rengeteg matrica. Látjátok ti is jól. Hát mire ezt kiválogatom, azért az durva feladat lesz. Most pedig nézzük ezt, 65-ös. Keressük is ki az albumba, kíváncsiak, hogy ez hova kerül. Nem, ez az elején a kinyithatós, oda biztos nem. 64, hol lehet a 65? Ott a 65? Hát ez elég fura lenne. Pont rossz helyre lett volna beragasztva. Érdekes. Hát egyértelműen 61, de akkor az meg a 62 meg itt van. Hú, de furcsa ez a album elrendezés. Lehet, hogy rosszul ragasztottam be, akkor mégiscsak azért az mondjuk elég érdekes, véletlen lenne. Próbálom. Hát, ha még feljön. Tudom, hogy ez album kínzás, de nagyon érdekel, hogy elrontottam-e. És akkor ezt meghagyom, persze majd kikeresem valahogy. 65. Odavaló. Na, ilyet is láthattok, nem mindennapi. Egy album megkínzása. Hát ilyenre se volt még része. Sejtettem akkor így már, hogy ott lesz a 65-ös. Próbálom úgy beragasztani, hogy ne látszódjon az, hogy tulajdonképpen széttéptem az albumot.
egész kultúrát lett. Most így lehet, hogy nem vennétek észre, hogyha nem láttátok volna az előző mozdulatot, ami igencsak csúnya volt. Próbálom felmelegíteni. Tökéletes. Nagyon király. Nagyon hangulatos. Nagyon örülök ennek. Ehelyett hát biztos nyitottam, úgyhogy majd beragasztom ahova való. Ez egy jó kis bénázás volt. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Remélem tetszett. Tanulságos volt. Jó sok csillogossal, jó sok sima lappal. Köszönöm, hogy itt voltatok. Iratkozzatok fel, nézzetek rá a linkekre a leírásban. Sziasztok!